Sziasztok, és üdvözlöm benneteket újra a csatornámon. Első hiszem, hogy ebben a régi kis klasszikus felállásban ülök itt most előttetek, és egy smink videót forgatok. Nagyon hiányzott ennek a típusú videónak a vágása is, igazából úgy minden unblock tényleg, de nem sima, nem klasszikus smink videó lesz ez a mai, hanem egy pici csavar is lesz benne, ugyanis arra gondoltam, hogy nagyon felkapott TikTok smink tippeket, trendeket fogunk kipróbálni, trükköket fogunk kipróbálni most így együtt közösen. Nem volt még ilyen videóm természetesen, tehát nem volt még ilyen videóm, viszont arra gondoltam, hogy bár lehet le vagyok késve így erről a trend vonatról, nem érdekel kifejezetten, miért is ne próbálhatnék ki én is pár ilyen érdekes smink tippet, trükköt. Nem tettem még hasonló dolgot kamerán kívül sem, szóval tényleg újdonság lesz minden számomra is. Szerintem vicces is lehet, de ki tudja, lehet olyan dolgot fogunk most így közösen felfedezni, amit aztán beépítek, vagy beépíthetünk a smink rutinunkba. Nem gondolnám, de ki tudja. Adjuk meg neki az esélyt. Egyébként kb. Olyan 5-6 ilyen kis tippet, trükköt néztem ki, ami szimpatikus volt, és amit kipróbálnék szívesen, úgyhogy igen. Kezdjük is. Először felcsatolom a hajam. És egyébként, hogyha majd tetszik nektek ez a típusú tartalom, akkor azt írjátok meg nekem, mert akkor tudom, hogy még mondjuk csinálhatunk ebből egy második, harmadik részt, mert nagyon sok minden van a TikTokon. Nekem is van már ott profilom, és gyártok is oda a tartalmat, azt nem mondom, hogy rákaptam, vagy ráfügtem. Nem biztos, hogy ez baj. De mivel nem fogyasztom nagyon-nagyon sokat egyelőre, így hát a tartalomkészítés is picit nehezebben megy, mert tényleg szerintem szükséges. Ahhoz, hogy jól csinálsz, szükséges az, hogy folyamatosan pörgesd és lásd, hogy mi az, ami mondjuk trendi, stb. De egyébként igyekszem, van már pár videóm kint, ha van kedvetek, akkor nézzetek rá a TikTok profilomra is. Minden infót majd az infoboxban találtok. És igen, lássuk az első ilyen trendet. Úristen, lássuk! Én ehhez most a pupánál fogom használni a Wondercover korrektorát, ami lehet, hogy egy picit, sőt, tuti egy picit erőteljesebb, mint az, amit ő használ ebben a videóban, viszont a lényeg az szerintem nagyjából ugyanaz. Jaj, Istenem! Túl sok a cucc, az tuti! Ezen a lányon van egy kis bronzer is a videóban, rajtunk pedig nincs, na mindegy, dolgozzuk el. Nem tudom, mit mondjak, nem ájultam el így a végeredménytől, igazából csak egy plusz elég vastag réteg termék került az arcomra, ami nekem kicsit már sok, viszont azt el tudom képzelni, hogyha például kontúrozunk is, és aztán, tehát bronzer, egy kis kontúr, stb., és aztán mondjuk egy lájtosabb textúrájú korrektorral úgymond, hát hogy is mondjam, mi megtisztítjuk a területeket az arcunkon, picit felhúzzuk ugye itt ezt a részt, picit élesebbre csináljuk ezt a vonalat itt. Azt ugye el tudom képzelni, hogy abban a kombinációban ez jobban működik és látványosabb, hatásosabb, így annyira csak alapozom rajta, nem szembetűnő a különbség szerintem. A következő hackünk a bronzerhez kapcsolódik, és igazából ahhoz, hogy hogyan kell azt helyesen felvinni. Nézzük is a videót. It doesn't work. This is the easiest way to get a beautiful blown out contour. This. I've only got one hand, but you just take it on the brush. Wow. And you want to use a kind of angled dense brush like this, and then you just start tapping. Don't buff, don't move, because you're going to scrub your foundation up. Just pat in circles like this until you blow it right out. Szóval ő azt mondja, hogy ki fogjuk próbálni, hogy az úgy nem helyes, hogyha csak húzunk egy csíkot, ide szoktuk, ugye, meg így ide, és ezt elhúzigáljuk. Az úgy nem lesz jó, tehát hogy erre gondol. Na mondjuk ez egyébként nem tűnik annyira rossznak, de gondolom, hogy a másik oldal akkor sokkal szebb lesz. Ez lenne úgymond a rossz oldal, és akkor a jó oldal pedig az
úgy néz ki, hogy innen veszed a terméket, és akkor szépen csak ütögeted a terméket a bőrödbe. Nem jó szerintem az ecsetem, vagy nem tudom, valami nem stim. Mondjuk tényleg szebb így most ütögetve. Látom a különbséget, így viszont látom a különbséget. És akkor most tudom elképzelni azt a hacket, csak egy picit visszacsatolva az előzőhöz, hogy például akkor most húzunk ide egy... így egy vonalat, és így, és akkor ezt picit szépen eldolgozom, és szerintem akkor már nagyon jól fog látszani az, ami az előző hacknek a lényege lett volna. Ehhez mondjuk egy másik ecsetet használnék én. Mondjuk egy ilyet. Ne legyen túl éles a csík, mert az feltűnő. És szerintem az már viszont nem szép, szóval el kell azért dolgozni. Itt nincs semmi. Ez a következő hack, ez szerintem nagyon furi és vicces, és biztos vagyok benne, hogy nem fog működni. Mutatom. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? Egy szemöldök csipesz kell hozzá, ami hát itt is van, és... How would they know? Húha. Azt tudni kell rólam, hogy nem szoktam soha konturozni az orrom. Egyszerűen nincs kedvem ehhez a plusz babrához, úgy érzem, hogy akkor, ha egyszer elkezdi az ember, akkor biztos, hogy aztán mindig észreveszi, hogy na most nincs konturozva, és akkor egy ilyen beidegződés lesz, hogy akkor már nem olyan, ugye, kontúr nélkül, úgyhogy én inkább elengedtem ezt az egészet, igazából soha nem is próbálkoztam vele. Tudom, hogy nem annyira kicsi az én orrom, de, és ráférne lehet egy kontúr, de úgy gondolom, hogy nem mindenkinek kell ezt csinálni. Na de, most kipróbáljuk azért, a videó kedvéért csupán, jó? Hát, furi dolgok történtek. Szóval igazából annyi történt, hogy kettő csíkot tudtam ide húzni, amit amúgy a szemöldök csipesz nélkül is könnyen, sőt, könnyebben meg tudtam volna tenni. Úgyhogy ez így szerintem egyébként értelmetlen konkrétan. Amit még szoktam látni, hogy csinálnak az emberek, hogy így ide is lehúzzák, sőt, feljebb is szokták vinni így ezt a dolgot. Nekem úgy ferde. Jobbra húz a nózim. Szóval ez egy optikai csalódást is csinálsz, úgymond. Hát csak azt csinálod, és hát kisebbnek tűnik az orrod, olyan, mintha víknyabb lenne, meg lenne műtve, csinibb lenne. Bárkinek mi a csini, ugye? Nem tetszik. Nekem személy szerint nem tetszik. Látok különbséget, mármint így, mintha tényleg kisebbnek tűnne, hatna, de egyébként nem. Nem mondom, hogy tetszik. Sőt. I just found out I can't do this type of eyeliner because I have an extra fold. Let me help you out. Grab your favorite liquid liner and you're going to start by drawing a little triangle at the inner corner of your eye. Apologies for my bad camera work. Using your other hand, you want to gently pull on your skin at the outside of your eye so that you can expose the inner corner of your eye. Szóval, ugyanez a probléma, nem olyan nagy a probléma, de hogy nem tudom megcsinálni ezt a Foxy Eye make-upot, ami ugye annyira trendy és nagyon fel van kapva már egy jó ideje, ugyanis nem tudom meghúzni belül a linert, mert nekem is van egy ilyen fold itt a szememnél, ugye? Tehát, hogy nem látszik rendesen az a belső inner corner, és nem tudom teljesen kihúzni, mert van ott egy, értitek, egy olyan kis bőr. Úgyhogy igazából nem próbáltam még soha megcsinálni, de ez a hack úgy tűnik, hogy működik, bár szerintem nem lesz szép a végeredmény, de megpróbálom megcsinálni, jó? A lényeg az az, hogy igazából rá kell húzni
erre a kis bőrikére azt a linert, és úgy csinálni, mintha a folytatása lenne a szememnek. De én úgy érzem, hogy az ott össze-vissza fog folyni is, és a végeredménye szerintem nem lesz szép, de megpróbálom. Ha így nézzük, így, akkor ez nem is annyira rossz, mint gondoltam. Tehát, hogyha egy messziről nézem, akkor teljesen átjön a foxy eye hatás, szerintem. Na most, hogy fogom ezt megcsinálni a másik szememen is? Na, az viszont egy jó kérdés. Megpróbálom, és visszajövök, jó? Azt hiszem, hogy sikerült, és nem is lett talán annyira rossz. Aha, azt hittem, hogy hirtelen elkenődött, de nem. Egyébként összességében magamon nem annyira tetszik ez a foxy eye. Cicit így összehúzza a szemeket, szerintem. De azt hiszem, hogy maga a technika, az nagyjából úgy látom, hogy összejött, és nem annyira rossz, mint gondoltam. Egyébként csupán most esetlen nekem az, hogy a következő hacket azt még az eyeliner, tehát a tus előtt kellett volna megcsinálni, ugyanis szemhéjpuderekről van szó. Úgy lett volna logikus, mindegy, elnéztem. Viszont így is szerintem el fogom készíteni, vagy meg fogom nektek mutatni, mert igazából összességében nem az a fontos, hogy az én sminkem a videó végére jó legyen. Ugye az nem fontos, hanem hogy megnézzük, működik-e a tipp vagy sem. Egy kis ajkápoló. Szóval mutatom, hogy miről van szó. Ennyire brutál a dolog. Aha, oké. Szóval a lényeg az, hogy brutálisan felkent csíkokban szemhéjpudert a szemhéjára, de tényleg látjátok, hogy mennyire brutálisan, és aztán azt eldolgozza, és elvileg ez. Működik. Szerintem ez a paletta, a Revolution paletta jó lesz nekünk erre a célra, úgyhogy fel is viszem most a színeket. Hát, mit is mondjak, ez a fekete itt a végén azért eléggé erőteljes, lehet, hogy maga a termék egy picit nehezebben eldolgozható, már mint ez a szín. Igazából nem. De nekem eléggé összemosódnak most, ahogy így nézem. Jó, szerintem most ez a max, amit ebből ki tudok hozni, és hát nem vagyok benne teljesen megelégedve. Azért ezt el kell, hogy mondjam, de a Lidlben jó lesz. Jó, hát ez nem az igazi. Felteszek egy kis szempillaspirált, hogy valamelyest összehozzam picit a szemsminket, és aztán pedig még egy utolsó trükk fog következni. Okay guys, I saw the craziest video on TikTok. I don't know if it's too good to be true. You know TikTok is kind of crazy sometimes. We're gonna try this. Pirosan nem merem. Szó se róla. Barnával merem. Oh! No! Érdekes. Kitölte. Nekem nem. Nekem ez nagyon nem. Jaj, le akarom törölni mi hamarabb. Ugye, hogy nem gond, hogyha letörlöm most azonnal. Nem tudom képzelni, hogy van, akinek ez működik. Szerintem ez egyébként szájformától is függ, szájnak a vastagságától is függ. Sok mindentől függ. Az én esetemben szerintem ez egy picit durva, túl sok feltűnő. Szerintem egyébként a kontúrozásban az is nagyon számít, illetve a kontúrozás mértékében az is nagyon számít, hogy például az ember szája mennyire kontúros alapvetően, tehát mennyire látszódik, hogy hol végződik a száj maga, értitek? Mert ha nem annyira látszódik, nincs olyan erőteljes kontúrja, akkor szerintem simán lehet úgy kontúrozni, hogy ez ne vevődjön észre. Viszont hogyha látszik, hogy hol van a te szájnak a vége, nagyon látszik, akkor, és nagyon túl húzol azon, akkor az már túl feltűnő lesz.
És szerintem ez van nálam is. És amúgy is ez túl vastag és csúnya. Otromba. Na hát ennyi lett volna már ez a videó. Összességében azt mondanám, hogy inkább nem váltak be ezek a trükkök, mint igen. Az én esetemben természetesen, itt most csak rólam van szó, mármint arról, hogy nekem beválnak-e vagy sem. Biztos van olyan köztetek is akár, akinek nem tudom, megváltoztat egy ilyen tip trükk a sminkrutinját és valami forradalmi dolgot fedezett fel. Nem tudom, nekem picit túl sok volt, picit túl feltűnő volt a legtöbb, és nem, de mondom, hogyha szeretnétek, akkor lehet még második, harmadik, nem tudom, tizedik rész is ebből a típusú videóból, és akkor hát, ha felfedezünk olyat, ami olyan, hogy wow. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel a csatornára, és akkor tuti nem maradtok le semmiről, illetve nyomjátok be a csengőt, elvileg az is nagyon-nagyon fontos. Köszönöm szépen, és találkozunk legközelebb, addig is sok puszi, legyen szép napot! Sziasztok!